Fejlesztik Dunaújváros egyik legsűrűbb ellakott városrészét. Júniustól megjelenik a vathús az iskolai menzákon. A dunaújvárosiak 10-2-re legyőzték a Békés Csabai alakulatot. Üdvözlöm kedves nézőinket, Önök a Dunaújváros Televízió híradóját látják. Elindult a római városrész fejlesztése városunkban. A római az egyik legsűrűbb ellakott városrész, és az önkormányzat által elnyert pályázat lehetővé teszi, hogy a fejlesztési területeken a házak energiatakarékos szigetelése is megtörténjen. Előre kérem is a lakók türelmét, a római lakók türelmét, mert minden változás bizonyos problémákkal jár együtt pár hónapig. Cserna Gábor polgármester ezekkel a szavakkal köszöntötte a megjelenteket a római városrész szociális célú város rehabilitációja alkalmából tartott sajtótájékoztatón. Dunaújváros megyei jogú város mintegy 1,2 milliárd forint uniós támogatást nyert az új Széchenyi terv keretében a római városrész szociális célú város rehabilitációja elnevezésű pályázatra. A kivitelezési munkálatok várhatóan június 1-én kezdődnek. A projektben szerepel a Váci Mihály utca, a Domanovszki tér, a római körút meghatározott épületeinek szigetelése és a Pajtás utcai óvoda felújítása. A városrészben lakók kíváncsian várják, hogyan szépül majd meg a környezetük. Itt lakom ugye a Váci Mihály utcában, a városrésznek a megszépülése, újjáépítése, nagyon nagy reményeket tűzök ahhoz, hogy végre egy szép, élhető városrészbe fogunk majd ezen túl lakni, élni az életünket. Érdekelnek a dolgok, a folyamat, meg úgy egyáltalán ott lakunk, és hát szeretném tudni, hogy hogyan fog menni a munkamenet, meg minden. A projekt keretében létrejön egy non-profit szolgáltató iroda is, amely közösségi házként fog funkcionálni a városrészben. A római városrész megújításával uniós szintű környezettel gazdagodik városunk, az 5 térfigyelő kamera elhelyezésével pedig a közbiztonság is várhatóan javulni fog. A polgármester úr megnyitotta ebben gyakorlatilag azt a munkát, amelyet több mint egy év alatt a római városrésznek a tengelye, a római 9 ABCD épülettől egészen a Domanovszki 1-3-ig bezárólag, mind az épületek külső hőtechnikai szigetelésével, mind pedig a tér felületek teljes felújításával megszépül, megújul, úgyhogy a teljes római városrész kap egy olyan gyönyörű szép tengelyt, mint amilyen majd mondjuk a belváros lesz a városházatér elkészülete után, úgyhogy bízunk benne, hogy nem csak azok, akik közvetlenül, hanem akik közvetetten érintettek ennek a városrésznek a napi életébe, boldogak lesznek és örülni fognak annak a hatalmas fejlesztésnek, ami most megtörténik. Szilágyi Ferenc vagyok, római 9 AB kapcsolatban. A sajtótájékoztató után lakossági fórumot tartottak, ahol a megvalósítással kapcsolatban feltehették kérdéseiket az érdeklődők. Van egy 5 éves fenntartási kötelezettsége. Sajtótájékoztató keretében reagált Cserna Gábor polgármester Pintér Attila az MSZP elnökének mondataira, amelyben az ünnepi közgyűlésen elhangzott beszédét kampánybeszédnek minősítette. Ünnepi közgyűlés kampánybeszéd volt, mondja Pintér Attila képviselő úr. Mindent annak állítunk be gyakorlatilag, aminek akarunk. Ez attól volt ünnepi közgyűlés, mert a város éppen aktuális születésnapját tartja aznap, ez esetben jelen esetben a 63-ak. Kampánybeszéd. Könnyű ráhúzni egy ünnepi köszöntőre, hogy kampánybeszéd, mikor kampányidőszak van, és folyamatosan követik a választások egymást az idén, ugye 3 is. Ha a képviselő úr és bárki megnézi az elmúlt évek, de megnézheti a korábbi Kálmán András által elmondott ilyenkori ünnepi köszöntőket, ez teljesen logikusan arról szól, a múltat már mindenki ismeri, hogy megpróbáljuk összegezni, hogy az adott évben, években, ciklusban, ciklusokban, kinek mennyi jutott, milyen eredményeket ért el a város, amire büszkék vagyunk. Márpedig mi az elért eredményekre büszkék vagyunk. A sajtótájékoztatót teljes egészében a híradónkat követő Hírháttér című magazinunkban tekinthetik meg. Nagyon magas fehérje tartalommal és alacsonyabb zsírtartalommal rendelkezik a vathús. Többek között ennek köszönhető, hogy júniustól megjelenik a vathús az iskolai menzákon. Beillesztése a mindennapokban komoly feladat lesz, hiszen a magyar óvodai és általános iskolai közétkeztetésben eddig egyáltalán nem szerepelt a vathús. Ez a legolcsóbb vathús termék.
Fagyasztott vathús mutat az egyik helyi húsbolt vezetője. Mint mondta, nagyon kevesen vásárolnak vathúst az ára miatt. Ezért náluk is nagyon kevés mennyiség van raktáron. Nagyon drága, vendéglátósok viszik néha, de ők is ilyen minimális 4-5 kilogrammot rendelnek különböző rendezvényekre, ezért nem is tartunk ebből nagyobb választékot. A szavatosság idő véget, és amilyen rendelés bejön egy-két napon belül, ezt megszerezzük a Vágóhídról, meghozzuk nekik, tehát természetesen lehet kapni, de nincs rá kereslet sajnos. Júniustól azonban havonta kétszer vathúsból készült ételeket is feltállalnak majd azokon a menzákon, amelyek csatlakoztak a Mintamenza programhoz. A cél az, hogy egészségesebbé tegyék a közétkeztetést. Ehhez járul hozzá a vathús fogyasztásának növelése is. Elsősorban szarvasból és vaddisznóból készült ételek kerülnek a tányérokra. Ebben a cél az, ami az ajánlásban is, meg a jogszabályban is, hogy 20 napon belül ugyanazok az ételek nem szerepeljenek. Életani szempontból a vathúsnak ugye életani szempontból nagyon magas értéke van, nagyon magas fehérjetartalom, legalacsonyabb zsírtartalommal, tehát rendelkezik népegészségi szempontból is nagyon fontos, és nagyon sok vathús áll rendelkezésre Magyarországon. Ezért tehát a Vadex ZRT-vel a megállapodásunk tehát az, hogy megközelítőleg a marhahúshoz hasonló, tehát árfekvésben tudják átadni ezeket a vathúsokat. A DSTV által megkérdezett emberek szerint azonban a gyerekek nem igazán fogják szeretni a vathúst, ennek ellenére érdemes megpróbálni. Én nem vagyok oda értem, nem tudom, nem értek hozzá, de el kell mondani, hogy hát meg kell próbálni, de szerintem csak a tiszta és a jó gazdáktól érdemes menni, tehát úgy, ami eddig történt, nem szabad máshol. És magyar természetesen. Az óvodások vagy általános iskolások nagy többsége a menzán fog először vathússal találkozni. A vathús, mint húsféle beillesztése a mindennapokba komoly feladat lesz, hisz a magyar óvodai és általános iskolai közétkeztetésben eddig egyáltalán nem szerepelt. Az enyhe téli időjárás miatt a gyümölcsösökben jók a terméskilátások. Fokozottan ügyelni kell azonban a növényvédelemre, mivel a téli fagyok nem pusztították el a kártevőket. A tavainál majdnem két héttel korábban szüretelhető majd a cseresznye az egyik dunaújvárosi gyümölcsösben. A szokásosnál korábbi gyümölcsérés az enyhe télnek és a korai tavasznak köszönhető. Ez azonban számos problémát vonz maga után. Az első nagy probléma az, hogy hirtelen miatt hirtelen elkezdtek növekedni a növények, tehát várhatólag egy jóval lazább, egy jóval dúsabb sejtállomány vár mindenkit, tehát nagyobbak lesznek a gyümölcsök, sajnos ez az ízletességgel általában egyenes arányosan fordítottan működik, tehát sajnos az ízanyagok gyengébbek lesznek. Nagyobb probléma az, amit az elmúlt hetekben tapasztalhatunk, az ehhez jövő hirtelen víz és a hideg napok, ezt nem tudjuk, hogy mit fog okozni a gyümölcsösökben, szőlőben, bárhol, de sajnos meg az élettant nagyon-nagyon meg fogja keverni a gyümölcsösökben, tehát nehezen fogják viselni a fajok ezt a stresszt, úgymond. Mint mondta, a változékony időjárás rendkívül megviseli a növényeket, ezért figyelni kell a kerteket és jobban védeni a gyümölcsöket. Minden egyes termesztőt, kiskertben, nagykertben, kisgazdát, nagygazdát arra tudok inteni, hogy nagyon-nagyon figyelje a növénykultúráit, mert minden betegség, minden kórokozó, minden kártevő sajnos az enyhe tél miatt ott van az ültetvényünkben, nagyon nagy károkat tudnak okozni, és ez mellett ugye, amiről érintőlegesen beszéltünk, ez a környezeti stressz, tehát a meleg, a sok csapadék, ennek a hirtelen változékonysága sajnos nagyon feladja a leszkét, tehát akinek ültetvénye van, minden nap menjen ki, minden nap nézzen körben, minden nap figyelje, mert sajnos egy betegség felüti a fejét, egy-két-három nap alatt képes végigsöpörni a termésén. Ha kiskertről van szó, ha nagykertről, akkor is. A szakember szerint a termékkilátások idén rendkívül jók, hiszen sok gyümölcs van a fákon. Azonban az elmúlt napok hűvösebb és csapadékosabb időjárása miatt a korai fajták húsa elkezdett repedezni. A gyümölcsök megbetegedése ellen pedig egyenletes öntözéssel és a gyümölcsfák fóliával való letakarásával lehet védekezni. Külön díjjal tért haza a Bartók Színi Társulat az ország legnagyobb gyermek- és ifjúsági színházi fesztiváljáról. A 7. alkalommal megrendezett Kaposvári Biennálén városunk színészei a Pimpáré és Vakvarjucska című mesejátékkal mutatkozhattak be. A siker az izgalmas történetnek, a tehetséges társulatnak és a humoros, versbeszedett kortárs szövegeknek köszönhető. Novák Lívia, a helyi színház művészeti igazgatója szerint ez a külön díj hatalmas elismerésnek számít a színház életében.
Ez nagyon nagy elismerés a társulatnak, mert egyfelől most talán felkerültünk a szakmai színházi térképre, eddig gyakorlatilag nagyon keveset tudtak a mi munkánkról, illetve a Bartók Kamara Színház több évtizedes munkájáról biztos, de a mi utóbbi évekbeli munkánkról eddig kevesebbet tudtak. Ez azt jelenti, hogy 23 versenyprogram, versenyelőadás közül mi kaptuk egyedül a társulatnak járó külön díjat. A többi külön díj személyre szabott díj, tehát színésznek, látványtervezőnek szólt. Hamarosan véget ér a Bartók Kamara Színház 60. évada, és a színdarabok helyét a Petőfi Liget szabadtéri programjai veszik át. A már hagyományosnak számító június közepén induló rendezvénysorozat koncertekkel, színházi előadásokkal és lírai produkciókkal várja az érdeklődőket. A blues, jazz, világzene kategóriái közül válogattunk, azt gondolom, a legjobb képviselőket. És természetesen a zene mellett, ahogy már tavaly is jelen lesz a színház is, három színházi előadás lesz, és folytatódik a Lira Pavilon is, ahol a színészeink készülnek egy-egy verses estével. A szurkolók lendítik előre és viszik tovább a játékban a fiúkat, mondta Zemanko Zoltán, a DF Green Pet szakosztályvezetője, miután a dunaújvárosiak 10-2-re legyőzték a Viharsarki FC együttesét az MB2-es futsal bajnokság rájátszásának 8. fordulójában. A dunaújvárosi csapat ezzel a győzelemmel negyedik a táblázaton. A tabellát néhány mérkőzéssel ezelőtt még vezető Békés Csabai együttest fogadta hétfőn a DF Green Pet az MB2-es futsalbajnokság rájátszásában. Az első gólra egészen a 8. percig kellett várni, ekkor azonban Márki Dénes, majd Nagy Attila is betalált a vendégek kapujába, így az első félidőben 2-0-ra vezettek a hazaiak. A térfélcserét követően végleg eldöntötte a találkozót a hazai csapat, ugyanis a második játékrész 13. percében már 7-1-re vezettek a főiskolások. A Green Pet labdarúgói a fölényes vezetés ellenére sem álltak le, és újabb 3 gólt szerezve végül 10-2-re legyőzték a Békés megyeieket. Azt gondolom, hogy tényleg ajándék lett ez a mai este annak, aki kijött. Emlékeim szerint ebben a szezonban, ebben a versenyszezonban még nem szenvedtünk hazai pályán vereséget, és ez jelentős részben köszönhető annak, hogy ilyen szép számban kijönnek a szurkolók és buzítanak minket, lendítik előre a csapatot. Sajnos a múlt héten a Ferencváros ellen ebben nem lehetett részünk, de nagyon örülünk, hogy a mai napon ismét itt volt egy félház, és nekünk szurkoltak, minket büszottak, ez a srácokat előre lendíti, és viszi tovább a játékban. A vendégek edzője csalódottan nyilatkozott a mérkőzés után, mint mondta, a vereségnek több oka is van. Egyrészt egy nagyon jó hazai csapattal találtuk magunkat szembe, látható volt egész mérkőzésen, nagyon motiváltan játszottak. Hát igen, ez az egyik ok. A másik ok pedig az, hogy folyamatosan veszítem el a játékosom, mert már nagyon kevesen vagyunk. Egy meghatározó játékosom már a 3. percben kiesett, bokasérülés szenvedett. Ez alapjaiban megváltoztatja a csapat játékát, és hát sajnos legfőképpen ezek voltak az okok. Ezzel a győzelemmel a hazaiak továbbra is a 4. helyen állnak a táblázaton. Hátrányuk azonban egyetlen pont a Vasas mögött, így ha a következő fordulóban a dunaújvárosiak hazai pályán legyőzik a fővárosiakat, az utolsó fordulóban az NB1-es tagságért játszhatnak Nagy Attila tanítványai. Az NB1-es női kézilabda bajnokság bronz csatájának 2. mérkőzésén a dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia csapata az Érd együttesét látja vendégül. A két győzelemig tartó párharc első találkozóját Szabó Edina tanítványai 23-23-as döntetlen után végül 7 méteresekkel nyerték meg. Máté Fieszter együttesének tehát mindenképpen győznie kell, ha életben akarják tartani dobogós reményeiket. A hazaiak szempontjából azért is lenne fontos a győzelem, mert a bronz csata 3. mindent eldöntő összecsapását május 18-án vasárnap ismét városunkban rendezik meg. A mérkőzés szerda délután 6 órakor kezdődik a dunaújvárosi sportcsarnokban. Szerdán erősen felhős, majd borult lesz az ég. Eleinte csak délen várható csapadék, majd délutántól délkelet felől kiterjedt esőzés kezdődik. Egyre több felé megerősödik az északi szél, 16 fok körül alakul a nappali hőmérséklet. Főbb híreink következnek még egyszer, röviden. Fejlesztik Dunaújváros egyik legsűrűbben lakott városrészét. Júniustól megjelenik a vathús az iskolai menzákon. A dunaújvárosiak 10-2-re legyőzték a Békés Csabai alakulatot. Véget ért hírműsorunk, munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmet, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!